Bocsánatot kérek, hadd tolakodjak ide, ha már bepofátlankodtam az elejére. Tényleg elnézést kérek, és nem fogok olyanokat mondani, mert most el kell menjek, azért kértem szót. Ugye, mert ez egy váratlan programszervezés volt egyáltalán. Nem fogok olyanokat mondani, ami vitatkozom az előttem szólókkal, majd elszaladok. Tehát ezt igyekszem ezért olyanokat mondani, ami egy kicsit segít önöknek jobban értelmezni azokat a pontokat, amiket szerettem volna egy gyors, rövid és nem átfogó bevezetőben megmutatni. Az egyik pont, amit szeretnék kiemelni, hogy a kormány, és ezen belül én magam, se nem atompárti nem vagyok, se nem atompárti nem vagyok. Tehát nem ez a kérdés. Tehát szeretném azt világossá tenni, hogy itt nem az a kormány, ha az atom mellett dönt, vagy az atom ellen dönt, az nem azért van, mert a különböző atomlobbi, vagy ilyen lobbi, vagy olyan lobbi ilyen vagy olyan eredményt ért el. Tehát ennél azért megfontoltabbak vagyunk, azt gondolom. Azt is szeretném egyértelművé tenni, hogy, és nem véletlenül mondtam ezt az öt pontot, és nem véletlenül hagytam a végére a finanszírozást, ha bár teljesen nyilvánvaló, hogy a finanszírozási kérdés az a nap végén, amikor a tényleges döntési alternatíva elénk kerül, az egy abszolút kulcs kérdése lesz bármiféle energia döntésnek, hanem csak azt szerettem volna világossá tenni, és ezt most más szavakkal hadd mondjam el, hogy az energia egy olyan típusú stratégiai árucikk ma a világban, és így Magyarországon is, amely angol szóval political commodity. Tehát nem egyszerűen egy hagyományos gazdasági természetű árucikk, hanem egy politikai árucikk mindenféle vonatkozásban. Tehát ezért csak úgy, mint megjegyzem, számos olyan dolog van ma a világban, ami ebbe a kategóriába sorolható. Például a víz a világ számos részén, vagy ilyen a megfizethető áron elérhető élelmiszer, vagy a ritka földfémek, és az energia. Ezek olyan stratégiai árucikkek ma, amelyek messze-messze túlmutatnak azokon a hagyományos vitakereteken és megoldási lehetőségeken, amikről egyébként szakmailag teljesen jogos vitatkozni. Azt is szeretném a magam részéről elmondani, hogy én szerintem megférnek egymás mellett versengő technológiák és versengő megoldások. Legfőképpen azért, mert nem tudunk más megoldást találni. Tehát kötelező, hogy megférjenek, kötelező, mert nem tudjuk így vagy úgy egy irányba átállítani az ország energia hátterét, az ország energia mixét, ami szerintem ebből a szempontból kulcskérdés. Az is fontos, amit arra hadd, még egy plusz információt hadd adjak hozzá szintén a Nemzetközi Energia Ügynökség adatai közül. Most nemrég volt Párizsban az Energia Ügynökség miniszteri csúcsértekezlete, ahol én is ott voltam, és ott bemutattak egy szlájdot, amiről az derült ki, hogy a világ energia növekedésének közel fele, 49% a szén, fosszilis energia. Tehát minden egyéb, tehát maga a torta növekedés, hogy így mondjam, annak a fele nagyságrendileg az a szénenergiából jön. Azt is hadd mondjam, hogy csak jelezzem, hogy milyen természetű, milyen hátterű viták folynak ebben, hogy például a klímapolitikai tanácsban, az Európai Unióban, a mi elnökségünk alatt az egyik legnagyobb vita Lengyelország és az Unió többi tagállama között folyik ma is egyébként abban, hogy a dekarbonizáció vagy az alacsony kibocsátás legyen a politikai fókusz. Ugye nem véletlen, hiszen Lengyelország jelentős mértékben ugye a karbonra építi a gazdaságát. Egyik azon országoknak Európában és a világban, ahol ugye nagyon jelentős a szén szerepe az energia és egyáltalán a gazdaság működésében. Nagyon érdekes, tanúságos volt az is, amikor a norvég energiaminiszterrel tárgyaltam, akkor ugye ő elmondta azt, amit nyilván önök, mint szakemberek tudnak, hogy Norvégia
miközben a világ három legnagyobb olaj-gáz termelője és exportálója között van, ugyanakkor az energia ellátásának a 98%-a vízi erőművekből származik. Igen ám, de azzal a biztonsággal, hogy norvég ellátási rendszer kompletten rá van kapcsolva a skandináv atomrendszerre. Tehát bármi történik, télen, nyáron, ősszel, tavasszal, bármi probléma adódhat a gleccserekkel, nem tudom, mi probléma adódhat, de bármi ilyesmi adódhat, ő nekik megvan az a stabil hátterük, hogy egy alapjában atomenergiára épülő alternatív rendszerre, a rendszerbe vannak bekötve. Tehát azt szeretném ezzel jelezni, hogy számos olyan aspektusa van ezeknek a kérdéseknek, ezeknek a döntéseknek, amik nagyon gyakorlati, politikai természetű, és az ellátás biztonságát, fenntarthatóságát, stb., tehát most nem sorolom azt az öt szempontból az első négyet, az ezért veszem én előre, és ezért tartjuk fontosnak azt, hogy mielőtt azt megnézzük, vagy párhuzamosan azzal, nem is mielőtt, tehát párhuzamosan azzal megnézzük ennek a finanszírozhatóságát, a költség oldalát, igenis, az energia döntésünkben az elsődleges szempont az az, hogy hogyan tudjuk a fenntartható, stb. Energiaellátást biztosítani az ország számára. A kormánynak nem az a dolga, hogy egyoldalú, egy céllal kijelölve mondjuk a klímaváltozásnak a feladatát oldja meg az energiamix döntéssel. Ez is része a megfontolásnak, része a fenntarthatósági szempontjainknak, de sokkal összetettebb és sokkal gyakorlatiasabb feladat annak az eldöntése, hogy ez milyen módon, tehát a döntés kulcspontja, az, ami középpontja, az, ami számunkra meghatározó. Bocsánatot kérek még egyszer, köszönöm szépen, hogy meghallgattak.